Mozgolódnak a Szolnok környéki kis települések érintett vállalkozásai, hiszen megjelent a részletes pályázati kiírás a falusi kisboltok létesítésére, működtetésére és fejlesztésére. Térségünkben minden 2000-nél kevesebb lakosú faluban van bolt, összesen 24. Az előzetes regisztráció jelentkezés szerint, a tudomásom szerint a fele jelentkezett is. Hiszen nagyon fontos dolog az, hogy egy olyan komplex szolgáltatási térre legyen lehetőség, amely első és legfontosabb funkciója, hogy alapvető élelmiszereket árul az említett Tejföl, és ne kelljen érte egy nagyobb településre elmenni, de komoly lehetőség az, hogy a komplexitást úgy kiegészíteni, hogy postai szolgáltatások, hiszen azt gondolom, hogy egy levél feladása, adott esetben egy csomag feladása, megkapása is komoly lehetőség. Ezen kívül nagyon sokan élnek olyan gyógyszerekkel, lázcsillapító, fájdalomcsillapító, amelyek nem vénykötelesek, és hogyha egy kis településre helybe lehet vinni ezt a szolgáltatást, akkor egy komplexitás alakul ki. A támogatás sokféle célra igényelhető. Lehet pályázni boltnak a bővítésére, felújítására, akadálymentesítésére, rendbetételére fizikálisan. Lehet pályázni természetesen eszközökre, lehet pályázni bértámogatásra, mindegyik önerőt igényel, az eszközök, a bővítés, az építkezés. A részletes pályázati leírást a Bethlen Gábor alapkezelő honlapján találják meg. Erre az oldalra még a továbbiakban is érdemes figyelniük a pályázni kívánóknak. Megjelenik a napokban az a további útmutató, ami azt fogja segíteni, hogy aki gondol arra, és jó szívvel ajánlom a lakosok érdekében, hogy komplex szolgáltatást kíván nyújtani, az meg fogja tudni, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy postai szolgáltatást nyújthasson, mit tehet ahhoz, hogy vény nélküli gyógyszereket árulhasson. A pályázat benyújtásának határidejét ugyancsak a Bethlen Gábor alapkezelő teszi majd közzé. A kormányrendelet értelmében április 1-jéig, és a kérelmeket is ugyanezen a csatornán kell majd benyújtani. 2021-ben országosan 45 milliárd forint áll a falusi kisbolt program rendelkezésére.